Elveszettem a fonalat. Maga autóversenyző? Boxoló vagy kaszkadőr? Vagy történelmi filmben szerepelnek? Igen. Ki a film főszereplőnője? Ismert színésznő? Megmondaná a nevét? Ne faggasd már! Úgy látom, Übert fárasztják a kérdéseit. Már beszélgetni se lehet. Tényleg fárasztom? Igen, szerfelett. Kedves. Meted? Még sokáig akarja ezt csinálni? Éjszaka, napvilág, éjszaka, napvilág, éjszaka. Monsieur Jacques Foch, nagyon kérem, kezd idegesítővé válni. Biztos, hogy a barátja nem akar ideülni az asztalhoz? Az e féle porfajzat nem telephethet közénk. Örül, ha belakmározhatja a maradékunkat. Nesze, fegyvernök! Köszönet és hálad! Istenetapos, ha krumpit a szőnyegbe, gusztustalan! Na, ebből elég. Üljön ide az asztalhoz! Csak feszengene köztünk, igaz, Jacques Foch? Ugye nincs ínyedre velünk kosztolni? Á, nem, olyan világ még nem született. Nála mindenki az asztalnál eszik. Na, jöjjön, elveszi az étvágyam. Még hogy én? Ne, nem üljön már ide! Engedelmeskedj, bitong, ez a gazdát parancsa! Magának is jobb lesz. Na, ugye? Mondd bájos leánykám. Igen, drága überem. Ha te ebben a szánalmas hajlékban lakozol, ki uralja ezekben az időkben a kastélyunkat? Jacques-Jacquard, egy fiatalember. Egy kisé modoros új gazdag fiú. A régi zseléreink leszármazottja. Jól hallok. Egy sehonnai őrzi a kastélyomat? Pfej! Egy senki! Mi az, hogy senki? Jean-Pierre se nemesi származású, mégis nagyon rendes férj. Egy nyomorúságos kompus! Nekem elment az étvágyam. Mindennek ma határa. Hány ingerem van tőlük? Hallottad, amit én hallottam? Nem hallottam semmit. Mit csinál? Most meg már leköp? Te ezt láttad? Kegyelmezzen ennek a bugrisnak, lesújtotta a hír, hogy egy sehonnai vigyázza mommirát. De hát miért baj az? Én bájos és ragyogó lánykám. Nekem haladéktalanul le kell mosnom egy alázatot. Ez a Jacquard visszaszolgáltatja a kastélyt, cserébe kap majd néhány aranyat, mert ha megtagadja, én kibalazom! Aztán megnyúzzuk a gazt, mint a hősbáj lovagját. Széthasítottuk a kobakját. Fellógattuk a belejjél fogva. Jöhetnek a szárnyasok, éhes vagyok. Kit akarnak fellógatni? Jacquard a nyomoroncba. Hol vannak a sültek, a pecsajék, a töltött húsok, a lepények és a szarvas pástétom? Tele kell tömnöm a vendőmet, hogy elfeledjem ezt a gyalázatot. Csak van a háznál valami rendes étek, malac pecsenye. Márány becsinálsz, kecskesült, vagy fehérhattyú jó borsosan. Ezek a falatkák étvágyra gerjesztettek. Maguk még éhesek? Azok után, amit befaltak? Na ne. Mi ez a tócsa? Az egész szalon úszik a vízben. Mi történt? A fene, ez már megint! Annál csak ez hiányzott. Nem zárták el a vízcsapot. Ezek az elmebetegek még arra sem képesek, hogy...